Sziasztok! Indina vagyok. Hatalmas nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a mai videóban, amiben egy ballagás sisapit fogunk elkészíteni, amit most az én bagyom visel. A bagolynak az írott mintája fizetős formában elérhető, amennyiben érdekel, keressél meg a leírásboxban elhelyezett elérhetőségeim egyikén. Ez a ballagási sapi egy körülbelül ilyen, tenyérnyi bagolynak a tökéletes kelléke lehet. A bagyot fel tudod helyezni egy hurkapálcára, és akár bele tudod helyezni a ballagási csokorba is, de így önmagában is szerintem tökéletesen megállja a helyét. Én meghorgoltam e minta alapján egyszer zsenília fonalból a bagyot, és bődületesen cuki lett, tehát akár egy kicsit nagyobb ajándék is lehet belőle, hogyha zsenília fonalból készíted el a bagyot. És most pedig én azt mondom, hogy álljunk neki, és horgoljuk meg együtt ezt a cuki ballagási sapit. Tehát a ballagási sapink elkészítéséhez szükségünk lesz valamilyen sötét színű fonalra. Én a feketét választottam. Ez amigurumi fonal, pamut fonal, 50 g per 125 méteres, a hozzávaló horgolótű 2,5 mm-es, egy hegyes olló, és hát ebben az esetben nem fogjuk tudni elkerülni a tű használatát, úgyhogy egy tompa végű tűre is szükség van, illetve a bojt kialakításához tetszés szerint hozhatsz be egy másik színt, de akár készítheted is a feketéből, ez ízlés kérdése. És akkor álljunk is neki! Természetesen a fekete fonallal fogunk kezdeni, és készítünk egy varázskört. Varázskörbe készítünk 4 darab egypálcás öltést. 1, 2, 3, 4. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor bezárjuk a varázskörünket, és az első és az utolsó szemet össze fogjuk kötni egy kúszószemmel. Az elején ez nem lesz egyszerű, de majd meglátjátok, hogy ki fog kristályosodni a kép. A második sorban az előző sor mind a 4 szemébe fogunk horgolni 3 darab, nem tévedés, 3 darab egypálcás öltést. 2, 3, egy szembe, majd jön a következő szem, ahova szintén fogunk horgolni 3 darab egypálcás öltést. 2, 3. Meg is vagyunk. Jöhet nekünk a szemjelzőnk. A következő sorban az első szembe 1 darab egypálcás öltést horgolunk, a második szembe 3 darab egypálcás öltést. 1, 2, 3. A következő 2 szembe 1-1 egypálcás öltést. Következő szembe 3 darab egypálcás öltést, 2, 3, majd ismét 2 darab egypálcás öltést a következő 2 szembe. Következő szembe 3 darab egypálcás öltést, 2, 3, majd 2 darab egypálcás öltést a következő 2 szembe, 1, 2, majd következő szembe ismét 3 darab egypálcás öltés, és az utolsó szembe pedig 1 darab egypálcás öltés, és ezzel meg vagyunk. És kezd gyönyörűen kialakulni nekünk ez a négyzetes forma, amit mi szeretnénk. A következő sorban 2 darab egypálcás öltést horgolunk, majd következő öltésbe 3 darab egypálcás öltést, 1,
kettő, három, majd a következő négy szembe, egy-egy-egy pálcás öltés, kettő, három, négy, és ezt a mintát a három darab egy pálcás öltés plusz négy darab egy pálcás öltés megismételjük még ezen az oldalon és ezen az oldalon, tehát még kettőször. És hogyha elértünk a négy egypálcás öltéshez, és azt meghorgoltuk, akkor a következő szembe ismét három darab egypálcás öltés következik, kettő, három, és a szemjelzőig maradt még nekünk kettő darab egypálcás öltésünk, és megvagyunk. Következő sorban horgolunk három darab egypálcás öltést, kettő, három, a negyedik szembe horgolunk három darab egypálcás öltést, egy, kettő, három, majd a következő hat szem mindegyikébe egy-egy egypálcás öltést horgolunk, kettő, három, négy, öt és hat, majd ezt a mintát a három darab egypálcás öltés egy öltésbe, majd 6 darab egy pálcás öltés, még kettőször megismételjük. És hogyha ezzel megvagyunk, a következő szembe 3 darab egy pálcás öltést horgolunk, 2, 3, majd a szemjelzőig van nekünk 3 darab egy pálcás öltésünk, 2 és 3. Most a bagoly méretétől függően lehet még plusz sorokat horgolni hozzá. Az én bagyomhoz, az én kis közepes méretű bagyomhoz nem kell több, tehát ez pont bőven elég lesz neki sapinak. A következő kettő szem mindegyikébe egy-egy kúszószemet horgolok, ezzel tulajdonképpen eldolgozom a végét, és elvágom a fonalamat, nem kell hosszú véget hagyni neki, csak egy icipicit, mert ezt úgyis el fogjuk majd dolgozni, méghozzá úgy, hogy ne kelljen tűt használnunk. A következő szálak mentén egy pár öltésen keresztül ilyen fölle technikával behúzzuk a fonalat. Aki szeretné, az egy tű segítségével bejebb vezetheti a szálat. Szerintem nekem így jó lesz. És elvágom. Jó, kihúzom a szemjelzőmet. Megigazgatom egy kicsit. És ezzel a sapinknak a teteje meg is van. Most meg kell varnunk a karimáját körbe, meg kell horgolnunk a karimáját körbe, amihez ismét a fekete fonal fog nekünk kelleni. Készítünk egy kúszócsomót, majd horgolunk 21 darab láncöltést. 1, 2, 3... Ha megvagyunk a 21 darab láncöltéssel, akkor el fogunk kezdeni visszafele dolgozni. Az első szemet kihagyjuk, a második szemtől indulunk, és a második szembe fogunk horgolni egy félpálcás öltést. Majd innentől az összes szembe, amíg el nem értünk a végéig, és így lesz 20 darab félpálcás öltésünk. És hogyha megvagyunk a 20 darab félpálcás öltésünkkel, akkor így néz ki, és egy olyan 30 centis szálat hagyva elvághatjuk a fonalat, és ezzel tulajdonképpen a kettő fontos alkatrésze a sapinknak meg is van. Amit most fogunk csinálni, hogy befűzzük a fonalunkat a tűbe, majd az első és az utolsó felét össze fogjuk ölteni, hogy szépen egyenletesen tudjuk majd felvarni a sapinkra.
ezzel meg vagyunk, és kaptunk egy ilyen szép karikát, akkor elkezdhetjük felvarni a karimánkat a sapkának a tetejére. Amit úgy fogunk megtenni, hogy azt a felét, ahova a láncöltéseket horgoltuk, azt a felét fogjuk felvarni a karimának a hátuljára. Jó, körülbelülre megnézzük, hogy mennyire lesz nekünk elég. És úgy fogjuk felvarni, hogy nem dobjuk teljesen keresztül a tünket, és nem innen visszük le, hiszen akkor a karimánknak a teteje tele lenne össze-vissza öltésekkel, amit mi nem szeretnénk. Ezért, ahova kinéztük a pontot, oda csak és kizárólag az öltésnek a tetejébe fogjuk beledugni a horgoló tünket. Mondjuk jó lenne, hogyha egyet megtalálnék, mert még azért ilyen gyönyörű napos időbe is nem egyszerű a fekete fonallal dolgozni. Egyébként nem tudom, mennyit fogtok belőle látni. Hát remélem fog működni. Jó, és hogyha ezzel megvagyunk, akkor szépen így haladva, hogy nem megyünk a sapinak a tetejére, hanem csak itt az öltéseknek az aljába dolgozunk. Ezeknek nem muszáj full teljes öltéseknek lennie, hanem lehet csak egy kisebb rész is. Jó? Az a lényeg, hogy a sapinak az összes része legyen hozzáillesztve a karimánkhoz. Jó, és én befejeztem körbe a rávarrást. Ez a kezdőszálunk nekünk, ami ugye a kuszócsomóból megmaradt, így néz ki. És ami a kuszócsomóból megmaradt szál, azt szépen behúzhatjuk fölülre, majd egy szemmel lejjebb lehúzhatjuk, és aztán elvághatjuk azt a fonalat, vagy akár be is lehet a sapi aljába gyűrni, mint a középső szálat, majd ki hogyan szeretné. Én egy kicsit rövidebbre fogom vágni, hogy ne zavarjon engem a felvarrásba. Mondjuk egy ilyen 1 centis fonalat hagyom, és akkor mielőtt felvarnánk még a sapinkat, készítsük el a bojtot. Körülbelül egy ilyen 12 centis fonalat hagyva elvághatjuk, majd vágjunk egy körülbelül ilyen 3-4 centis fonalakból egy párat. És ha ezzel megvagyunk, akkor illesszük be középre a hosszabb szálunkra, majd kössünk rá szépen egy csomót. Jó, körülbelül ez legyen középen, bár ezt elég nehéz kivitelezni ilyen picinél. Jó, majd a sapink közepe körül fölülről húzzuk be az egyik szálat. Majd a másik szálat is, lehetőleg ugyanabba a szembe. És hogyha ezzel megvagyunk, akkor egy kicsit csavarhatunk. Ezen a szálon.
jó? Nézzük rá a bagjunkra, hogy milyen hosszúságú legyen körülbelül ez a bojt. Hát szerintem nekem ez hosszú, egy kicsit beljebb húzom. És meg is van. És hogyha megnéztem, hogy körülbelül mekkora legyen a bojt hosszúság, akkor kötünk egy csomót a két behúzott szárra. Vigyázzunk, ne húzzuk túl. Akkor legyen ez a csomó, hogy ne tudjon kibújni a sapén majd. Én biztos, ami biztos, többet teszek rá. Jó, meg vagyunk. Ezt a véget is elvágom úgy, hogy ne zavarjon engem majd a felvarrásban. És akkor egy icipici szépészeti rész van még nekünk itt ezen a bojton. Össze kell itt kötnünk, hogy ne álljon mindenfelé. Ehhez egy rövidebb, megmaradt rövidebb fekete részt fogok használni. Jó, és hogyha rátettem a csomót, akkor a csomónál a fonalat elvágom nagyon rövidre. És ha ez megvan, akkor egy kis szépészeti beavatkozás feljebb húzom, és a bojtnak a végén a fonalakat levágom egyforma hosszúságúra, és megvan a bojtunk is, elkészült a shopping, és most jöhet nekünk a bagjunk, akinek a másik fülének a helyére fogom felvarni a sapit. És meg vagyunk. Elvághatjuk a fonalat. És kész is van a mi ballagási bagjunk. Én nagyon remélem, hogy élveztétek a mai videót is. Amennyiben meghorgoljátok a bagjot, ne felejtsetek el rajta beteggelni, illetve használni a hashtag dinamialkotásokat. Legyen csodálatos napotok! Sziasztok!